Üdvözlök mindenkit, Robert vagyok. Ebben a videóban a Switch & Signal című játék végigjátszását fogom bemutatni. Mielőtt viszont hozzákezdenénk, kérek kapcsoljatok be a videónak Klingon feliratot, mely a játék során elkövetett hibákat tartalmazza. Hát a játékot előkészítettük, nagyon gyorsan elő lehet készíteni, hogy ezt láthattátok is, és ahogy láthatjátok, az európai térképet használjuk, valamint a szabálykönyv által javasolt, hát kezdő felállást, tehát kezdő setupot. De egyébként, ha már valaki nagyon ügyes, akkor bárhogy lehelyezheti ezeket a kis váltókat. A szabály mindösszesen annyi, hogy ahol három ilyen kis pötty van, oda egy fekete koron kell, ahol meg négy, oda meg kettő. De akárhova lehet rakni. Most a játék nem egyszerű, és a játék célja az lesz, hogy ezekből a városokból, Párizs, Amsterdam, Berlin, meg Nürnberg, ezeket a kockákat, amelyek ugye árukat szimbolizálnak most, ezeket el kéne juttatnunk ide Marseille-be. Ezeknek a vonatoknak a segítségével. A vonatok majd, hát úgymond véletlenszerűen fognak majd felkerülni a pályára, meg az is véletlen lesz, hogy melyik vonat mennyit fog menni. A mi feladatunk igazából az lesz, hogy folyamatosan ugye a vonatoknak a haladásának a feltételeit pontosabban megteremtsük azáltal, hogy amikor ugye váltóhoz érnek, akkor a jó irányba menjenek egyrészt, valamint amikor városba mennek be, akkor zöld utat kapjanak, tehát zöld jelzést. Igazából ennyi a feladat. Na most erre nem sok időnk van, majd ez a pakli fogja itt az időnket számolni. Ugye mindösszesen, hát ezzel együtt 17 körünk van, tehát az elsővel együtt, tehát 16 lap van itt. Nem biztos, hogy az összeset fogjuk tudni használni, ugyanis, ugye itt van 7 darab ilyen időtoken, amelyeket, hát a játék megbüntet minket, hogyha valami rosszat csinálunk, ezeknek a tokeneknek az elvételével. Olyanra kell gondolni például, hogyha egy vonat például, mondjuk, ugye ez a fekete vonat, ez akár képes menni 5-öt is, de hogyha mondjuk mi innen ezzel a fekete vonattal mennénk, és csak egyet tudunk menni, mert ott ugye pirosat kaptunk, akkor 4 mozgás ugye el lett vesztegetve, akkor 4 tokent le kell venni. Abban az esetben például, hogyha egy vonat visszamegy valamelyik kezdőhelyre, mert ugye de oda nem kéne, akkor 2 tokent veszítünk. Vagy például, hogyha 2 vonat szembe megy egymással, akkor az a vonat, amely mozgott, annyiszor 2 tokent kell elvenni, amennyi mozgást nem tudott megtenni, valamint az a vonat visszakerül ide a depóba. Szóval eléggé oda kell majd figyelnünk ezeknek a vonatoknak a menedzserésére, valamint az, hogy nyilván fel is kell vennünk az árut. Egy játékos kör egyébként annyiból fog állni, hogy húzni kell egy ilyen kártyát, ez a ilyen induló kártya. Egyébként ez a kezdő kártya, ez mindig ugyanaz. Ezen instrukciók lesznek arra vonatkozóan, hogy milyen színű vonatot kell lerakni, megmutatom például most a első kártyát, tehát hogy milyen színű vonatot kell lerakni, valamint lesznek olyan kártyák, amelyek azt mondják meg, hogy mely vonatokkal kell majd mozognunk, és akkor nyilván a hozzátartozó kockákkal kell mozogni, és akkor ezeket végre kell majd hajtani a körünk előtt. A körünkben pedig a kártyákat fogjuk tudni használni akcióra. Azt nézem, hogy most nincs mindenféle kártyám, úgyhogy megnézzük ezt is, mert hogy említettem nektek, hogy a játékot ugye 2-től 4 főig lehet játszani, viszont mivel egy teljes információs kooperatív játékról van szó, hogy akár egyedül is tudom játszani, mert hogy a játékszabály nem tiltja meg, hogy beszéljünk a kártyákról, tehát ezek akár nyílt információk is lehetnek. Na most, miután ezt a kártyát felhúztuk, és végrehajtottuk rajta, amit végre kell hajtani, utána a saját kezünkben lévő lapokat használhatjuk, hogy kicsit menedzseljük itt a dolgokat, ugye a vonatoknak a pályáját, ugye szabaddá tegyük. Most erre a következő akciók állnak lehetőségre, vagyis igen, állnak a rendelkezésünkre. Ugye van nekünk a váltókezelő kártya, ezzel tudunk bárhol a térképen megváltoztatni egy váltót, ahogy csak szeretnénk. Aztán van nekünk a szignálkártya, hát itt most pont a zöldet ugye nem látjátok, tehát ezzel lehet áthelyeznünk egy ilyen zöld korongot valahova máshova. Annyi szabály van egyébként, hogy
városban legalább egynek kell lennie, tehát nem vehetjük el. Lehet ott több is, és olyankor el lehet már venni, de mindig, tehát egynek mindenképpen lennie kell minden városban, ezen kívül nincs rá szabály, és akkor van még nekünk olyan kártyánk, amelyikkel a vonatokat tudjuk mozgatni, hát itt egyetlen egy vonatot választhatunk, és akkor azt mozgatjuk. A mozgatás az úgy fog kinézni, hogy dobunk a kockával, és a vonat megy annyit, amennyit dobtunk, tehát sajnos nem mi fogjuk ezt se meghatározni. Úgyhogy igencsak sok szerencsefaktor van a játékban, nekünk ténylegesen az lesz a feladatunk, hogy ügyesen menedzseljük a dolgokat. Na most a vonatok lekerülése, az megint egy ilyen szerencsefaktor lenne alapesetben, mert hogy emlékeztek, beszéltem erről a két kockáról is a előkészületek során. Na most ezzel a két kockával kéne dobni minden esetben, amikor új vonat jön be, és az összegük határozza meg azt, hogy melyik kezdő helyen jön be a vonat. Viszont a játékszabály felajánl nekünk egy olyan lehetőséget, és szerintem élni fogok vele, hogy ezeket a tokeneket használjuk, és innentől kezdve, hát egy picit talán szervezettebben fognak jönni, vagy legalábbis kevesebb esély lesz arra, hogy ugyanazt a helyet dobjuk ki. Úgyhogy én ezeket fogom, ugye ez egy kicsit csökkenti a szerencsefaktort, de most én szerintem ezt be fogom rakni ebbe a kis zsákba, és akkor kezdésnek, akkor én szerintem, ugye ezt mindenképpen felhúzzuk ezt a kártyát, azt jelenti, hogy minden egyes, minden színű vonatból egyet le kell helyezni. Na nézzük akkor, hát kezdjük, akkor ebben a sorrendben egy feketével. Hoppá, a fekete jön a kettes helyre. Jó, ez annyira nem is rossz, mert hogy a fekete amúgy is gyors, szóval gyorsan ide-oda tud menni, akkor most jöjjön egy barna. 9. Hát, ez se rossz. Bár ami azt illeti, igen, oda majd kell. Látszik ott ugye, hogy az akár 4-et is tud menni, úgyhogy oda majd szabad utat kell neki biztosítani. És akkor jöjjön végül egy szürke, 12-es, hú, na ez viszont már lehet, hogy baj, mert hogy elég messze van mindentől. Tehát higgyétek el, ez nagyon-nagyon lassú lesz ez a vonat, tehát meg fogja keseríteni az életünket. Jó, akkor ennyi. És igazából, ja, ezek ilyenkor visszamennek, és akkor mostantól kezdve, amit kihúzunk, azt már nem kell visszarakni, ez még csak a kezdet. Ezt most így megkeverjük. Hogy. És ennyi. Na nézzük akkor. Tehát ez a játékos lesz itt a kezdő. Ugye, ahogy említettem, 2-től 4 főt lehet játszani, és akkor én most úgynevezett two-handed, tehát két kézzel játszom, tehát két játékos helyet. Egyiként teljesen mindegy. Sőt, olyan szinten mindegy, hogy megkérdezték a szerzőtől, hogy akár 5-en lehet-e játszani, és a szerző megerősítette, hogy akár 5-en is lehet játszani, csak nyilván akkor egy játékosnak kevesebb köre lesz. De végül is 5-en is lehet. Na, nézzük, mivel lesz baj. Itt mindenképp baj lesz, úgyhogy oda mindenképpen kell majd egy zöld szignál. Ja, még annyit elfelejtettem mondani, hogy két kártya eldobásával bármelyik akciót végre lehet hajtani, tehát az említett kártyák közül, valamint a vonatnak kötelező megállni, hogyha bejön egy városba, ott meg kell állnia, és hogyha fel akarjuk tölteni áruval, akkor bármelyik kártyát eldobhatjuk. Valamint majd lesz nekünk segítségünk, ezeket fogjuk tudni használni egyetlen egyszer, amiket felhasználjuk, arra majd ráteszünk egy ilyen kis tokent, ezt mindjárt megmutatom nektek közelebbről. Itt van egy olyan, amikor újra tudunk dobni egy kockát. Van egy olyan, amikor abban a fordulóban, amikor ezt felhasználjuk, az összes várost úgy kell venni, mintha mindenütt zöld szignál lenne, tehát konkrétan át tudnak menni rajta a vonatok. És akkor van egy olyan, amikor választhatunk, hogy valamelyik színű vonatok, tehát az összes vonat egy adott színből nem fog mozogni. Hát ez nagyjából így fog kinézni, úgyhogy nézzük is. Tehát ami biztos, hogy ide, mivel ő nagyon sokat tud menni, hogy a barna, neki mindenképpen kellene, azt nézem, lehet, hogy lesz majd a dobó, neki mindenképpen kéne egy zöld szignál, csak az a kérdés, hogy rakjuk át innen.
ezt a zöld szignált. És akkor nyilván majd utána lehet, hogy így kéne levezetni. Csak addig őt valahogy el kéne valahova paterolni innen, mert különben bajba leszünk. Már az még azért elég sok idő. Jó, akkor lehet eldobok még egy zöld szignált, hogy erre vezessük. És azt nézem, hogy a fekete is sokat tud menni. 1, 2, 3. Úgyhogy azt a váltót mindenképpen kéne valahogy kezelni. Vagy pedig bízunk benne, hogy a feketével nem dobunk nagyot, de hát elég kicsi az esély sajnos. Úgyhogy kénytelen vagyok eldobni két kártyát. Ja, meg az, hogy ott is a váltóval baj van. Mondjuk ott egyet tudunk bukni, de én bízom benne, hogy ott nem lesz baj. Itt van két váltós kártya, de kettőt el kell sajnos dobnom, hogy ezt a váltót, és akkor a feketével legalább arra kéne menni, akkor itt engedünk neki egy kis utat. Jó. Hát ennyi volt, ezt inkább megtartom. Egyébként összesen 10 kártya lehet a kezünkben, és a körünk végén 5-öt kell húznunk. 1, 2, 3, 4, 5. Na nézzük, mit kaptunk. Mozgatás, mozgatás, na megjött egy váltó, meg szignál. Jó. Akkor most jön ugye a... Hát lehet akkor egy, ilyenkor egy cserélünk egyet. Azt mondja, hogy ő jön. Megint csak húznunk kell egy kártyát. Na most ez a kártya, ez annyit mond, már is mutatom, hogy mozgatni kell ugye egy általunk választott színű vonatot, de csak egyet. És itt mi mondjuk meg, hogy melyik szín, de abból a színből az összeset. Ez annyira nem is rossz. Ez annyira nem is rossz. Akkor lehet mégiscsak ide rakjuk ezeket, mert akkor a dobópakli meg oda megy annak. Jó. Na melyik mozogjon? Azon gondolkodom, hogy ez ugye hát a szürkét még nem kéne, mert mégis van rá esély, hogy hármat dobunk, viszont a barnának jó lenne bemenni oda, a fekete 1, 2, 3, 4, 5, akár ideig is el tudna menni. Próbáljuk meg a feketével. Viszont olyan értelemben jó lenne mindegyikkel mozogni, mert ugye, hogyha új vonat jön be, most már tudunk húzni. Szóval azért arra vigyázni kell, hogy ezeket megint ki tudjuk húzni, és hogyha nem tudunk lerakni egy vonatot, akkor azt hiszem az két idő token veszteség. Azt mondja, hogy... Hát már csak azért egyébként, mert lehet, hogy arra a szignálra szükség lesz, akkor lehet, hogy a barnával kéne menni, és bízunk benne, hogy hát legalábbis kettőtől nagyobbat dobunk. Na nézzük, akkor legyen a barna. 4. Hát mondanám, hogy örülök, viszont meg kell állnunk ugye a városba, de hát annyi baj legyen. Most már legalább ez a szignál már nem kell. Ez ennyi volt. Akkor ezt végrehajtottuk, és mostantól kezdve ezekkel tudunk foglalkozni. Hát azt mondja, hogy ott van szignálkártya, itt egyetlen egyet tudunk mozogni valamelyikkel. Akkor viszont azt nézem, hogy a feketét innen kéne bevinnünk. Akkor ezt is mindenképpen, de ott még azt én megvárnám. Az biztos, hogy hát még az a szignál sem fog kelleni. Mert akkor végül is a barna, ha... Ja, de ide jó lenne, mert 1-2. Akkor végül is egy szignált eldobunk, és akkor ezt átrakjuk ide, hogy tudjon lefele jönni. Azt mondja, hogy a biztonság kedvéért, neki még ugye 1, 2, 3, 4, 1, 2, akkor egy váltót is felhasználnánk. És azt nézem, hogy váltsuk el, az hogy kettőt is kéne, mert akkor ezt a vonatot, mondjuk ezt akár vissza is tudjuk ide, de lehet nem vissza kéne, hanem akkor legalább a fehéret meg kéne vele próbálni, akkor ezt váltsuk ide. És akkor majd erre el fog jönni. Hármat tud menni maximum, úgyhogy az jó. Szerintem akkor ezt a mozgást mindenképpen használjuk fel a feketével. Azt indítsuk el. Úgyhogy ezt kijátszom. És akkor ezzel a feketével kezdjünk el, mert ezt jó lenne minél hamarabb akkor oda mozgatni.
Három, hát lehetett volna jobb is, de hát egy, kettő, három. Jó. Ezeket most megtartanám. Ki tudja, lehet még jól fog jönni, úgyhogy akkor egy, kettő, három, négy és öt. Na, hát akkor most mi vagyunk a masinisták, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják az ilyen forgalomirányító dolgokat, embereket. Na, akkor megint csak egy csere. Viszont itt jó lenne majd sok vonatot mozgatni. Viszont előtte ugye fel kell húznunk. Na nézzük. Azt mondja, hogy a fekete és a barna mozog. Akkor... az baj. Az baj, mert elfelejtettük a barnával. Legalább egy kártyát el kellett volna dobnunk, hogy fel kellett volna tölteni. Most meg a barna el fog indulni. Ó, hát ez nagy baj. Az nagy baj. Hát ezt nagyon benéztük. Nem is tudom, melyik kártya volt még, mert akkor lehet, hogy most még, ha megengedtek ennyi csalást, akkor lehet, én eldobnék még egy zöldet, mert azt tényleg benéztük. Ezt töltsük már fel, mert ez nagyon-nagyon fájdalmas. És akkor ígérem, többet nem csalunk. Jó. Akkor a feketére dobunk először. Három, hát a stabil három megvan. Egy, kettő, három, viszont nem is baj egyébként, mert ha nem tudott volna tovább menni, akkor már tokent buktunk volna. Akkor most jöjjön a barna, egy kis csalás után. Ja, bocsánat, pont nem látjátok. Azt mondja, hogy három ez is. Akkor egy, kettő, három. Na most azért jó, mert átmentünk ezen a zöldön, ezen a zöld szignálon, tehát most már akár azt is el tudjuk venni. Úgyhogy ez a kártya most ide jön, és innentől kezdve már csak ezekkel kell mozogni. Mert hogy ezeket kell használni megint. Úgyhogy egyszerű a játék, ahogy látjátok, bár így is elég könnyű elfelejteni alapvető dolgokat. Na nézzük. Ezt mindenképpen ki kéne innen mozgatni, mert hogyha véletlenül húzunk egy olyan lapot, amikor ugye be kell hozni vonatokat, nehogy ezt húzzuk ki a zsákból. Viszont egy váltót, azt mondja, hogy ez még egy, kettő, három. Jaj, nem jó, nem lesz jó. Egy váltót a feketére mindenképpen kell, mert ott baj lesz. Tehát a feketénél errefele kéne engednünk, így, és akkor az az egy váltó az oda jön. Ezt mindenképpen mozgatni kell, ezt a szürkét, tehát valahogy el kéne legalább idáig hozni. Hát na, mindjárt meglátjátok, hogy mi a baj a szürkével. Ő nem hiszem, hogy hármat fog menni. Pedig most kifejezetten jó lenne. Három. Na, mi a fene? Hát hogy van ez? Egy, kettő, három. Nagyon jó. Igazából már csak egyet. Várjunk csak. Egy zöld szignált csak oda kéne neki rakni, ha valami olyasmi lenne. Háromnál többet úgysem megy. Viszont lehet, hogy egy hármast azért menni kéne vele, vagy legalábbis egyet, hogy ezt a váltót vissza tudjuk majd váltani. Hát, hogy volt? Ja, várjunk, bocsánat, hülyeséget csinálok, mert... Bocsánat, mert először, igen, először váltani kellene, bocsánat. Most igaz, hogy beléptünk oda. Viszont... Igen, akkor viszont ezt el kéne dobnunk, de az a baj, hogy akkor meg ha ezzel megyünk, viszont így meg. Hát akkor mindenképpen el kell dobni kettőt, hogy ezt arra irányítsuk, és akkor most kell dobnunk. Hát akkor fogadjuk el azt az egyet, még ha fájdalmas is. Menjünk egyet, és azt pedig ezzel a kártyával. És akkor innentől kezdve nincs több kártyánk, úgyhogy egy, kettő, három, négy, öt. Jó, és úgyis ő fog jönni, ami azt jelenti, hogy húzunk egy újat. Na, hát itt ez most azt mondja, hogy mi mondjuk meg, hogy milyen színű vonatot akarunk lerakni, viszont a szürke fog mozogni. Ami félig, meddig nem is olyan nagy baj. Na most, ugye először kell megmondanunk, hogy miért rakunk le,
Én amondó vagyok, az, hogyha most lerakunk egy feketét ide, hát az nagyon-nagyon fog fájni. Lehet, hogy egy barnával kéne most, hogy várjunk csak. Jó, legyünk bátrak. Nézzük meg, hogy egy feketét hova raknánk. Még lehet fájdalmas. Na, nézzük. Nyolcas. És akkor ezt már nem fogjuk többet kihúzni. Fekete 8-as ide. Az nem is rossz. Az nem is rossz. És akkor a szürkével pedig mozogni kell. Hát egyetlen egy szürkénk van, úgyhogy ezzel fogunk mozogni. Legalább kettőt jó lenne. Remélem, hogy most viszont nem dobunk hármat. Egy kettes. Jó. Egy kettő. Viszont ott megint nem tud tovább menni. Úgyhogy eddig szerencsénk van. Még úgy is, hogy benézek dolgokat. Hát mozgatni nem nagyon fogok tudni, viszont most a váltókat azt hiszem, hogy rendbe tesszük. Azt mondja, hogy egy váltó ide, meg akkor még egy váltó ide, és akkor innentől kezdve annak ott szabad az út. Akkor ezt itt mindenképpen el kéne intézni. Akkor még egy váltó. Így. És ott szabad is az út. Na most ide is kéne akkor még egy váltó. Hadd menjen. Jó. És azt nézem, hogy nem kell senkinek zöld. Szerintem 1, 2, 3, 4, mondjuk neki van esély, hogy bemenjen. Akkor egy zöldet átrakunk oda. Jó. Akkor ennyi. Ezt megtartjuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Így van. Na nézzük, lesz majd mozgás, van váltó, egy váltót meghagytunk, és akkor most megint váltunk kártyát. Először húzunk egyet. Na, a barna és a szürke mozog, ami nem rossz. Azt mondja, hogy hát annyi, hogyha mondjuk barnát raktunk volna el, akkor most mind a kettő mozgott volna. Viszont akkor a szürkével mozogjunk először, vagy nem, legyen először a barna, úgyis ott van az az első. Nézzük a barnát. Egy. Ó, legalább ezen átmehetett volna. Hát olyan lassú, mint egy szürke. Na, tessék, akkor menjen a szürke. Mondom én. De meg beérhetett volna legalább hárommal, hát nem kettővel. Ezt mondtam nektek. Ez így baj. Na mindegy. Nézzük, mit tudunk csinálni. Most már attól nem kell félni egyébként, hogy kihúzunk egy vonatot egy másikra, mert ugye ezeket már nem kell visszarakni a zsákba. Viszont cserébe akkor azért lehet, hogy érdemes lenne mozgatni egy picit ezeket a... Hát legalább a szürkét mindenképpen bemozgatnám. Tehát dobunk, akármit dobunk, egyen már bemegy. Ja, tessék, kettő. Az előbb kellett volna kettővel. Ugye itt megáll, és egy bármilyennel, egyébként akár jöhet ugyanezen az útvonalon vissza, vagy hát nem tudom, mert az a baj, hogy ezek véletlenül találkoznak, és ha szürke bármilyen esélytelen is, de ha véletlenül beelőzi ezt a barnát, és előtte kell tötymörögnie, hát akkor ez a barna, ez olyan késésben lesz, hogy csak na, de esetre eldobunk még akkor egyet. Akkor az volt a mozgás, és akkor egyet eldobunk, hogy feltöltsük az árut. Jó, hát én szívesen eldobnék még egyet, hogy mozogjon, vagy legalább a barnával kicsit megtolnám, de akkor igazából ezt most megtartanám, lehet ez még jó lesz későbbre, hagyjuk így. Úgyhogy akkor 1, 2, 3, 4 és 5. Se rosszak, bár legalább sokat fogunk tudni majd mozgatni a következőnek. Most viszont le kell raknunk egy vonatot, és a barna mozog. Ó, megint a barna mozog, oda barnát kellett volna rakni. Mondjuk, hogyha most barnát rakunk le, akkor tudjuk mozgatni, úgyhogy én szerintem most barnát rakjunk le. Hát akkor nézzük meg, hogy hova. Reméljük valami jó helyre. A barna az viszonylag gyors, szóval 9. Óha, az baj. Na, az most baj.
Igen, erre egy kicsit, na erre nem számítottam, hogy valójában tök mindegy, hogy hova raknánk, mert nem sok hely van, ahol a barna szabadon tudna menni. Ráadásul most a 9-esre raktuk. Az baj. Jó, akkor először menjen ez a barna. Nézzük, hogy mennyit bukunk vele. Hát, ja, igen, most a mozgás jön. 3. Ami azt jelenti, hogy 1-2, és ugye nincs neki zöld jelzés, úgyhogy egy ilyen token lejön. Nézzük ezt a barnát. 3. 1-2-3. Jó, legalább haladunk azzal. És akkor most jön ez. Hát most van baj, mert hogy ugye egyrészt egy zöld kéne, hogy ez bejöjjön. Egy zöld megint, hogy ott nagyon-nagyon nagy baj lesz. Ha a fekete mozogni fog, ott nagyon-nagyon nagy baj lesz. Ott a feketét onnan már rég ki kellett volna mozgatnom valahogy. Húha. Vagy pedig ezt úgy lehetne megoldani, hogy egy szignállal azt mondom, hogy erre most talán nincs szükség. Akkor ezt rakjuk ide a barnának. És akkor lehet, hogy a barnát be kéne vezetni, ha már itt vagyunk. Akkor azzal a barnával mozogjunk. 3. Ezek ilyenkor 3-okat dobunk. Jó, és most nem felejtjük el feltölteni. Azt nem tudom, hogyha ezt feltöltöttük, akkor az a fekete majd mind. Nem mindegy, és a fekete gyorsak, őt el lehetne akkor majd erre küldeni. Úgyhogy a barnával onnan ki kell mozogni mindenképpen. Úgyhogy megyünk még egyet a barnával. Hát mondjuk az a baj, csak kettőt tudunk. Jó, egy. Most kivételesen jó. Az a lényeg, hogy csak jöjjön ki. És hát... Mondjuk nem, ezt a kettőt muszáj vagyok eldobni, hogy ezt ide rakjam, mert mindenképpen meg kell állniuk a vonatoknak azokban a városokban, és akkor ezzel a fekete, ha véletlenül ötöt dobna, akkor nem lesz baj. És akkor jön a következő, ide most húzunk akkor 1, 2, 3, 4, 5. Jó, és akkor ezzel pedig húzzuk a következő kártyát. Le kell helyeznünk egyet. Na igen, lehet, hogy most kellett volna feketét. Mert ugye, hogy a szürke meg a barna fog mozogni. Ami egyébként nem baj, mert a barna mozog, hát mondjuk ott igen. Ja, Istenem, de hát nem volt, nem maradt már ott semmink, amivel tudtunk volna. Hát akkor feketét rakunk le. Feketét rakunk le, és akkor a szürke barna mozog. Csak előtte, akkor nézzük, hova rakjuk ezt a feketét. Nézzük. Azt mondja, hogy kettes. Óha. Nem tudom, mi van itt. Kettes. Megy utána. Hát egyébként így legalább most ennek már megvan az útvonala. Úgyhogy ez jó. Akkor nézzük a szürkét. Neki is most egész jó. Kettő. Egy, kettő. Nagyon jó. Akkor nézzük a barnát. Jöjjön először ő. Hát ha több mint egyet dobok vele, már bukunk. Egy. Jó. Ez most kifejezetten jó. Egy. Nézzük ezt. Vele. Egy, kettő, három. Na vele most négyet kéne dobni, és akkor nagyon sok problémánk megoldódna. Ja nem, bocsánat. Hármat, mert hogy nincs zöld jelzése. Ajajajajaj. Mindig a baj. Kettő. Jó, ez ilyen nem rossz, vagy nem jó, de nem tragikus. Lehetett volna három is, hogy tényleg biztosan be tudjunk jönni. Bár ezen, igen, hagyjunk csak, ezen van egyes, igen. Nem baj, ez így egész jó. Akkor ezt végrehajtottuk. Fú, na álljunk akkor. Azt a feketét ott mindenképpen el kéne kezdeni mozgatni, mert lehet, hogy szükség lesz arra a zöldre. Arra a zöldre szükség lesz. Ennek van szabad, igen, oda viszont akkor kell egy zöld. Akkor lehet, hogy először a feketét kéne bemozgatni, vagy megpróbálni bemozgatni. Mozgassuk be akkor a feketét, vagy hát hármat kéne dobni. Legalább. Vagy ötöt?
Bezzeg, ilyenkor jön az öt. Jó. Egy, kettő, hát három, itt most megállunk. Akkor azt a zöldet most már tudjuk rakni ide. Most azzal van baj, hogy ugye ez erre fog jönni, és azt a váltót mindenképpen át kell váltanunk, hogy erre jöjjön, mert akkor azt a fehéret kéne felvennie inkább. És akkor kéne még egy zöld. Ide mindenképpen. És most azon gondolkodom, hogy ja, bocsánat, hát hogyha ő ott a... Ja, nem, így mehet, jó. Így mehet, csak oda is kell egy zöld. Jaj, 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 jaj. Egy, kettő, három. Viszont azon gondolkodom, hogy... Ja, igen, mert onnan el kellett vennünk egy zöldet, mert most gondolkodtam, hogy két zölddel akár ide meg ide lehetett volna rakni, így is hárommal megyünk át. Ennek végül is most megvan mindene. Ez így rendben van. Lehet, hogy akkor a feketét megküldjük. Lássuk, igen, hogy a feketét legalább oda... Ja, de előtte... Akkor ezt a zöldet rakjuk át ide. És akkor küldjük a feketét. Hol van? Itt van. Hát most kéne egy ötöt, vagy legalábbis egy négyest, vagy egy hárma, egy, kettő, hát egy négyest. Pezzeg most kettő. Egy, kettő. Hát... Ezt én csak meghagynám a biztonság kedvéért, úgyhogy cserélünk. 1, 2, 3, 4, 5. Húha, következővel elég sokat fogunk mozogni, ahogy látom. Most viszont a szürke mozog. A szürke, hát, végül is hármat tud menni, de hát mennyi az esély rá? 1 a 6-hoz? Kettest elfogadjuk. Egy, kettő. Jó, máshol szürke nincs. Akkor ezt a váltót mindenképpen váltani kéne. És akkor már mind a kettő jó helyre megy. Én szerintem azt meg is léphetjük. Ezt pedig az, hogy ez még erre fog jönni, de csak nem fog olyan hamar odaérni. Jó. Hát, hogy egyel egyébként be tudnánk küldeni azt a feketét most már tényleg. Küldjük be. Van. Ezek most jön az öt. Jó. És akkor ezt feltöltjük. Jó. Na most van baj. Mert már feltöltöttük, kérdés, hogy merre kéne, hogy menjem. Mert ugye, hogyha itt engedjük ki, akkor ez pillanatok alatt utoléri. Na, erről beszéltem nektek, hogy ez a szürke, ez most megkeseríti az életünket, ha csak meg tudnánk csinálni, hogy erre elvezetjük így, de hát akkor az rengeteg meló lenne. Ezt a szürkét kéne valahogy, a szürkét valahogy be kell tolni. Mondjuk ő a következőbe be kell tolnia, de ahhoz az kell, hogy ez a barna bemenjen. Ezt a barnát betoljuk valahogy. Hát egy kettes csak dobunk vele. Hármas, jó. Egy, kettő, itt ugye megáll. És akkor az egyiket leszállítottuk, a barna az visszakerül. És azon gondolkodom, hogy ezt a szignált, hát mindenképpen ide kell rakni, hogy tudjon menni. Azon gondolkodom, hogy erre... Hát az nagyon nagy kitérő. Nem, ezt valahogy itt kell. Ezt a szürkét addig rugdossuk, amíg be nem megy. És akkor itt ennyi. Jön a következő, viszont egy, kettő, három. Ja, ez még nem kell. Egy, kettő, három, négy, öt. Oly, igen. Igen. Nem sok mindent fogunk tudni csinálni a következőbe. Na, nézzük. A barna mozog. Na, tessék, ezért toltam be a barnát, hogy most... Ajjajajajaj. Most az a kérdés, hogy... Hát, talán még jó is lesz ez nekünk, jó. Akkor... Ugye ilyenkor az összes barna mozogna, de hát nincs több barnánk. Csak az az egy.
Na nézzük. Három. Hát az egész jó. Egy, kettő, három. Vagy hát igazából a feketének a barna sem elég gyors, hogyha ha úgy vesszük, de majd meglátjuk. Hát most mindenképpen be kell, ezt a szürkét ott be kell küldeni. Úgyhogy na nézzük. 1, 2, 3, 4. Két kettessel is megelégednék egyébként. Azaz csak kettővel tudom, tehát legalább kettő kéne. Nem tudjuk kettőt dobni. Oké. Okay. Vagyis, hogy kétszer. 1, 2, mert ugye még egyszer kéne kettest. Jó, még egyet. Megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Mert ugye az a baj, hogy 1, 2, 3, hogy van? 1, 2, 3, 4, 5, tehát 5-tel már rögtön beéri még így is. Ő is 1, 2, mondjuk ott a váltót majd át kell állítani. Csak ez is jó kérdés, hogy most ő fog először érni. Hogy van? Ha ezt most be tudnánk küldeni, ugye, igen, befizettem, mármint a kártyát, akkor lehet, hogy ezzel a két kártyával a feketét kéne egyébként leküldeni, ha már szabad az út. Ó, jaj. Ó, jaj. Akkor viszont... Az a baj, hogy esélytelen, hogy most ezzel ötöt dobjak. Esélytelen. Hát akkor pedig küldjük megint. Hát most nem tudok mit csinálni. Az a szürke, az annyira rossz helyen van. Persze, persze, most jön a kettes. Jó. Na, nem is akarom látni. Jó. Azt mondom, gondolkodom, hogy így is tudjuk kettőt, mert... Az a baj, hogy nem csak 1, 2, 3... Valahogy azt kéne. Csak a következő fordulóban meg a barna megy, akkor bukunk. Viszont, hogyha most felhasználom az összes kártyámat, akkor kétszer meg tudjuk, kettővel meg tudjuk mozgatni a feketét, és akkor hát, ha 1, 2, 3, 1, 2, 3, az már eléggé ott lenne, hát úgyis megállítja. Próbáljuk meg, azt a feketét valahogy megpróbáljuk mozgatni. Négy, nem rossz. Egy, kettő, három, négy. A váltón át kellett volna mennie. Mert ha váltón átment volna most egy ötössel, akkor már tudtuk volna küldeni. Így viszont sajnos kénytelenek vagyunk eldobni ezt a két lapot, hogy mozgassuk megint. De most hát, ha be tudjuk küldeni. Ötös, így is van. Egy, kettő, három, négy, öt. Nagyon jó. Nagyon jó. Hát akkor ennyi volt. 1, 2, 3, 4, 5. Nézzük, ez úgyis majd a következő forduló. Hát igen, most van baj, ugye, mert hogy mozgatni nem nagyon tudunk, hogyha kell. Szóval most egy kicsit limitáltak a dolgaink. Na nézzük, és fogy az időnk. Le kell raknunk egyet, valamint mozgatunk egy feketét, meg egy szürke. Hát szürke most nincs. Szürke nincs. De cserébe egyébként akár szürkét le is lehetne rakni. Viszont mivel a feketét kell mozgatni, mondjuk akkor igen, viszont én félnék lerakni most feketét. Mert az a baj, hogyha most feketét rakunk le, akkor megint túl sok a probléma, ugye? Igen, feketéket most... Nem sok biztonságos hely van. Ez itt nem jó, nem jó. Hát ez még talán, de az a baj, hogy kettő az kevés. Meg itt is van egyébként egy fekete, szóval... Szóval az a nem lesz baj. Viszont... Akár szürkét, ha már úgy van... Csak az a baj, hogyha most a szürkét oda fogjuk valahova lerakni például, vagy megint ide, annak semmi értelme nincs, mert csak, hát hogy mondjam, láb alatt lesz. Úgyhogy akkor inkább egy barnát kéne megpróbálni most lerakni. Na nézzük, hova rakjuk. Négyes. Négyes. Hát, az még annyira nem is rossz egy barnának. És akkor nyilván majd ehhez, viszont
Látok, mert akkor lehet, hogy ennek a feketének akár a sárgára kell most már mennie, sőt, lehet a másik feketének is a sárgára, mert ugye a barna nem biztos, hogy annyira gyors, hogy feljöjjön meg vissza, a feketék meg talán. Jó, akkor leraktunk egyet, és akkor a feketéket mozgatjuk. Először mozogjon ő. Három. Egy, kettő, három. Most mozogjon ő. Négy. Egy, kettő, három, négy. És szürkénk nincs, úgyhogy azzal nem kell mozogni. Jó. Cserébe az a baj, mielőtt nem tudjuk, nem merem nagyon előre mozgatni, mert egy, kettő, három, négy, öttel már bukunk. Viszont ez valahogy, vagy lehet, hogy neki kéne, hogyha őt így váltanánk, nyilván erre el tudnánk küldeni. Az egyik feketének mindenképpen arra fele kéne mennie. Az baj, nem tudjuk most mozgatni egyiket sem. Egyiket sem tudjuk mozgatni, viszont ha véletlenül barnát mozgatnánk, legalább ő vele, hát hogy ezt a váltót érdemes lenne akkor átrakni, hogy szabad legyen az út. Jó. És azon gondolkodom, hogyha már nagyon így van, lehet, hogy még egy váltót kellene, hogy ez a fekete inkább errefele jöjjön. Mert hogyha most ez még valahogy véletlenül bejönne ide, akkor két fekete között ott olyan torlódások lesznek, hogy csak na. Úgyhogy én szerintem akkor egy ilyet még lerakunk, és akkor ezt most váltsuk ide, és akkor majd a következő megpróbáljuk erre elküldeni. Hát nyilván 1, 2, 3, 4, 5, ideig el tudunk menni, majd itt lesz baj. Meg ott lesz baj, igen, ott még kettőt kell majd váltani. Ráadásul, ha már úgyis úgy van, akkor lehet, hogy egy zöldet átrakunk ide. Meg azt nézem, hogy ugye azt beszéltük, hogy akár ez a fekete is mehetne tovább. És akkor lehet, hogy egy zöldet, erre most nincs szükség, és nem városban van. Átrakjuk ide. Bár itt igen, ezzel itt bajok vannak, hogy mind a kettő ugyanazon útvonalon akar, és akkor itt ez egy váltó itt pont itt rossz helyen van. Azt majd talán megoldjuk. Megoldjuk majd később. Most így szerintem ennyi egy jó. És akkor 1, 2, 3, 4, 5. Jó. Na nézzük. Akkor húzunk egyet. Le kell raknunk egyet, és mozgathatunk bármelyiket, vagy hát pontosabban ilyenkor mindegyikkel mozognunk kell. Mert ugye három ilyen joker van, ugye ez mindegyik szín jelenti, de ilyenkor mindig mi választjuk meg, de mivel most mind a három itt van, ezért mindegyik színnel kell mozognunk. Viszont szürkénk nincs, ha csak nem rakunk le egy szürkét. Csak az a baj, hogy nem tudjuk, hogy hova rakjuk. Nem tudjuk, hogy hova rakjuk. Ha most egy feketét berakunk oda vagy oda, és tényleg mindegyikkel kell mozogni. Mindegyikkel. Mindegyikkel. Akkor viszont egy szürkét most lerakunk, mert azzal van a legkisebb baj, ha véletlenül most mozogni kell vele, bárhol. Ezt lehet, hogy meg fogjuk bánni, de... Hetes. Hetes, hetes. Hát... Mondjuk inkább úgy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ő fog vinni árut, mert még ha be is tudnánk oda vinni, esélytelen, hogy ő leérjen. Tehát egyszerűen esélytelen egy szürkének. Tehát cserébe egyébként eléggé szabad az út neki, pont a sárga felé. Nem a legrövidebb út, de hát ez van. Hát akkor még kell kezdjük. Menjünk először a feketékkel.
Kezdve mondjuk ezzel. 4. Hát tök mindegy, mert 1-2, neki most ide be kell jönnie. Akkor menjen a másik fekete. 5. 1-2-3-4-5. Jó. Akkor most jöjjenek a barnák. Nem is tudom, melyik emeljek. Ja, bocsánat, ugye ezt oda raktuk, akkor ez visszakerül ide. Hát, nézzük, mi történik. Bukunk, vagy nem bukunk ott tokent. Ja, ezzel nem feketével kéne. 3. 1-2. Akkor viszont egy token lemegy. Akkor jöjjön ő. Na vele azért lehetne jó sokat. Hát ez most komoly. Nem fog beérni az az áru. Jó, akkor szürke. Mert hogy van szürkénk is, egy, az nem igazán izgat minket. Jó. Akkor ezt most végrehajtottuk, és akkor most jövünk mi. Hát egy biztos, hogy két váltó. Csak hogy kéne ezt? Hogy kéne ezt? Egy biztos, hogy akárhogy is, de ezt az árut ezt fel kellene venni, nem? Vagy menjünk a sárga felé? Látjátok csak. Valóban csak egy mozgatásom van. Ha be tudnánk érni oda, hát akkor lehet, hogy jó, kockáztassunk. Akkor ezt rakjuk ide. Viszont most veszem észre, hogy nem lesz jó. Nincs hozzá elég kártyám. De nyilván őt be kéne majd odaengedni, viszont ez a fekete, akkor ez nem lesz jó erre. Mert ugye ezt mindenképpen át kéne váltani, hogy ide jöjjön. Tehát ez a másik váltó, ezt egyszerűen muszáj. Muszáj így. Viszont, óha. Vagy. Hát az vagy nincs vagy. Nincs vagy. Tök, hogy lenne jó ez. Még amikor az előző váltót használtuk, mert lehet, hogy ezt nem kéne, és akkor lehet, hogy ezzel fel kéne venni, és el kéne kezdeni lejönni egyébként. Mert ugye ez itt volt. Pont azt beszéltük. Akkor ezt lehet, hogy inkább visszaveszem még. És inkább lehet, hogy eldobok egy kártyát, hogy akkor ő most vegyen fel egyet. Mert hogyha egy, kettő, ha csak hármat dobok, akkor ő vele már sehogy nem lesz jó. Sehogy nem lesz jó. Nagyon torlódnak azok a vonatok. Még ez így jó, bemegy. De ennek nyilván mindenképp a sárga felé kell menni. Jó. Hát próbáljuk meg. Mozgassuk. Zöld út megvan, tényleg már csak elég nagyot kéne dobnunk, hogy onnan valahogy kipateroljuk. 4, elég? 1, 2, 3, 4, jó. Akkor ez így jó, 4 elég volt. Most az a kérdés, hogy ez a baj, hogy ennyi kártya nem elég arra, hogy a sárga felé irányítsuk. Max úgy tudjuk megcsinálni, hogyha erre engedjük, és akkor ezt ide rakjuk, hogy be tudjon jönni, aztán így megy. Egyszer nem tudok jobbat. És ezt muszáj vagyok megtenni, mert különben nagyon bukunk, nagyon sokat bukunk. Tehát egy váltót, akkor ezt át kell váltani, ezt a zöld szignált meg át kell ide rakni, hogy be tudjon jönni Nürnbergbe, hogy Nürnbergen keresztül menjen Amsterdamba.
Hajhajhaj. Jó, ennyit tudtunk csinálni. Megtettük, amit meg lehetett. 1, 2, 3, 4, 5. Nézzük, hogy mit fogunk tudni a következőben, mert nyilván azért az info, hát az biztos, hogy szignálokat nem fogunk rakosgatni. Legalábbis nem sokat. Jó, akkor húzunk egyet. Egyébként nagyon fogy az időnk. Nagyon fogy az időnk, de szerencsére még csak két tokent tudunk, két vonatot kell letenni, és bármelyik vonattal tudunk mozogni. Hát egy barnát mindenképpen leraknék. Mert megmondom őszintén, nem tudom, hogy hol lenne jó. Mert azokat a sárgákat onnan valahogy ki kéne varázsolni. De jelen esetben nem tudom, hogy melyik vonat lenne ez megfelelő. Jó, akkor legyen egy barna. Tizenkettes. Ó, jaj, 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 jaj. Az nagy baj. Az nagy baj. Én most akartam mondani, hogy egy feketét is le kéne rakni. Másik akkor fekete lesz. Hatos. Ja, ezt meg visszatettem. Pedig, hol van? Hát, az sem a legjobb oda. Hűha. Hűha. Még szerencsére csak egy színnel kell mozognunk. Lehet, hogy a barnával kellene most mozogni. A feketével semmiképp, mert az túl sokat tudott menni. Azzal nagyon nagy baj lesz. Ez mondjuk 1, 2, 3, 4. Egyébként, ha ez ide bejön, ő ugyanezen az útvonalon jöhet vissza, viszont akkor a feketének valahogy meg kell teremteni a lehetőséget akkor, hogy a sárga, mert ez a két fekete a sárga felé kéne mennie. Jó, menjünk most akkor itt a barnával. Kezdjük akkor innen, mondjuk. Menjen először, aki az árut viszi. Priorizáljunk, ugye? Mégis az áru legfontosabb. Mert különben nem érkezik meg időre. Egy, kettő, három, aztán mindenki ideges. Jó, akkor most jöjjön ő, megnézzük, hogy mennyit szívunk vele. Jó, egy, kettő, akkor egy token. Menjünk vele. Na. Egy, kettő, három. Oké. És akkor most jöhetnek a mi akcióink. Hát... Igazából ezt nyugodtan be lehet erre most már fordítani, mert már annyi vonatunk van, amennyivel szerintem meg lehet oldani, mert ugye a két fekete arra megy majd, ő még akkor bejön a kékér, mert csak utána elkezd lalonoznunk. Ő már nem, őrel már nincs szükség, szóval nyugodtan vissza lehet kanyarintani őt is. Viszont ezt először mindenképpen meg kell oldanunk, és azt úgy tudjuk megoldani, hogy akkor egy zöld szignál mindenképpen kell ide. Hogy be tudjon jönni a fekete. Ő ott úgyis meg kell állnia, bármit dobunk is vele. Ő vele viszont, akkor most azon gondolkodom, hogy nagyon jó lenne, akkor már a rövidebb úton menni, ha már itt megállítottuk. Egy, kettő, három, lehet, hogy négyel pont be tudnánk kérni. És akkor ez két váltó. Azt nézem, hogy ja, várjatok, mert ide még kéne mindenképp egy szignál. Akkor azt a szignált azt mindenképpen rakjuk le. Mondjuk innen. Vagy egyébként már ez se kell. Ez ide viszont jó fog jönni. Akkor ezt a váltót én mégiscsak így. Hadd menjen inkább a rövidebb úton. Mert az idő az fontos. Viszont ahhoz, hogy a rövidebb úton menjen, akkor... Ezt is át kell váltanunk. Majd neki visszaváltjuk. És akkor én szerintem őt nyugodtan küldjük. Küldjük meg. Hát, ha beérünk vele. Nincs az esély.
Viszont, várjatok csak, 1, 2, 3, 4. Viszont, hogyha beérünk, muszáj eldobnunk, hogy felvegyük, mert ha véletlenül a feketék fognak mozogni, akkor meg ki kell vele mozogni. Tehát mindenképpen fel kell vennünk vele egy árut, ha beérünk. Ha. Vagy akkor lehet, hogy inkább várni kéne, mert lehet, hogy egy kártya fogja őket mozgatni, és akkor bevinné nekünk. Várjunk csak. Pillanat. Pillanat, mert... Pillanat. Most vettem csak észre, hogy itt bajok vannak. Itt komoly problémák vannak. Nem, már csak megnézem, mit dobtam volna. Nem megyünk vele. Eldobjuk majd, hogy ezt a váltót itt helyre rakjuk. 4. 1, 2, 3, 4. Beértünk volna. Jó, akkor eldobjuk ezt a kettőt. És... Hát... Utána küldöm, bár... Félve. De utána küldöm. Jó. Na nézzük. 1, 2, 3, 4, 5. Azt mondja, hogy... Hát ez most elég... Ahhoz képest, hogy 5 kártyát húztunk, eléggé vegyes. De nem rossz, az ilyet szeretjük. És akkor most jövünk ezzel. Na nézzük. Aha, látjátok? A fekete mozog. Milyen jó, hogy... Tehát most csak a feketét kell. Milyen jó, hogy nem mentünk vele. Akkor... Dobjuk először ezt. 4. Akkor igazából ez teljesen mindegy, ez csak ide be fog jönni. Viszont neki nagyon gyorsan ki kell majd onnan mennie, mert ugye ő nem tud addig bemenni. Jaj. Dobjunk akkor most vele. Legalább kettőt kéne vele dobnunk. Legalább kettőt. Most kéne az a négy. Három. Egy, kettő, három. Hát, jó. Lehetett volna rosszabb is. Akkor most jöjjön ő. Az áruval. Lehet ez volt a baj, hogy nem az árut priorizáltuk most. Tessék, négy. Egy, kettő, három, négy. Jó, hát ott is bajok lesznek, de azt már nem tudjuk megcsinálni. Az vagy arra már nincs kártyánk. Mert most azon vagyunk, hogy tehát vele, ha már bejöttünk ide. Na várjunk csak, őnek igazából oda kéne mennie. Ugye? Akkor... Azt nézem, hogy ő bejön, meg majd kimegy. És akkor annak a kettőnek még oda kéne mennie, és egyébként már egész jól állunk, mert ez a kettő áru már itt van. Most az a kérdés, hogyha ő felveszi, akkor errefele jöjjünk vissza. Hogy merre fele kéne, itt egész jó út lenne. Csak akkor nyilván nincsen zöld szignálunk, az a baj. Ráadásul úgy, hogy egyet mindenképpen át kell tolni, hogy tudjon menni. Ő egyel mindenképpen beér. Szóval azt mindenképpen át kell rakni. Viszont, hogyha már oda bemegy, másik útvonalon kell kijönni. Ez 100%. Tehát egy szignált oda is át kéne rakni, meg ide is át kéne rakni. Az pont 4 kártya. Pont 4 kártya. Csak azzal az a bajom, hogy itt még rosszul áll a váltó. Hiába rakunk oda szignált. Ajaj. Az a baj, hogy akár ő is be tud menni, mert egy, kettő, igen, hármat meg lehet vele menni. Mondjuk ő majd bemegy, ha mondjuk esetleg feketét húzunk. Ez neki jó. Azt kéne, hogy ezt a szignált ugye odarakni, ezt a szignált meg odarakni. Ja, bocsánat, mert nem, ide is kell szignál. Óha. Mennyi baj van ezekkel a feketékkel? Csak a legrosszabb esetben... Legrosszabb esetben használhatnánk akár ezt vagy ezt, tehát hogy valamikkel nem akarunk majd mozogni. Csak
Vagy egyébként azon gondolkodom, hogy lehet, hogy most kellett volna használnunk ezt, hogy amikor négyel bejöttünk, hogy rögtön menjünk, ja nem tudtunk volna, ja de igen, mert ezzel ugye mindenütt zöldnek vettük volna, mehettünk volna. Azt mondja, hogy nincsen szignálunk. Or, azt nézem, hogy ő bemegy, ezzel van a legkevesebb gond, bár egyébként ezt is majd akárhogy is vesszük, amivel a legnagyobb baj van, tehát el kell dobnunk kettőt, hogy ide rakjunk egy szignált, meg el kell dobnunk még kettőt, hogy ide rakjunk egy szignált. Tehát nincs más megoldás, muszáj. Mert különben többet bukunk. Aztán majd onnan valahogy majd kijönnek. Jó. Ez van. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, na nézzük, mit kaptunk. Na, most kellettek, igen, most jönnek a szignálok, amikor már nem kell. A mozgatás meg jó lett volna egyébként, mert azért mozogatni is kéne. Jó, na nézzük. Ó, most akkor mozgathatunk általunk választott szint. Kettőt. És azon gondolkodom, hogy az a baj, hogy ha barnát mozgatjuk, akkor a feketét is kell. Mert ők ugye most egymást. Először a feketét kéne mozgatni, és utána a barnát. Mert akkor a fekete innen kimegy, maximum ott megáll, valamennyit bukunk vele, de akkor legalább a barna be tud jönni. Akkor a feketével kell kezdeni. Jó. Kezdjük a feketével. Itt tök mindegy, mit dobunk, mert úgyis csak bemegy. Ide be kell jönnie. Akkor jöjjön ő. Most az a kérdés egyébként, hogy 1, 2, 3, ha többet dobom, mint 3, akkor bukunk tokenet. 5. Hát ez nagyon szuper. Akkor idáig eljövünk, és az 2 token. Hát ez aztán fantasztikus. Hát vele meg csak be tudunk menni, mert ugye ezzel nincs egyes. Ő vele legalább kettes, úgyhogy ő vele megint tök mindegy, mit dobunk, de egyébként ötös. És akkor 1-2. És akkor leszállítottunk egy ilyen árut is. Oké. És akkor most jöjjenek a barnák. Akkor jó, kezdjük vele. Beére vajon? Elfogadjuk kettesnek. Egy, kettő. Jó. Jöjjünk akkor vele. Egy, kettő. És akkor menjünk egyet vele. Hát vele is jól lenne, vagy kettőt. Jó. Egy, kettő. Most vele meg vele fel kell venni egyet, és el kell indulni, tehát annyi kártyánk nem lesz. Na most jövünk akkor ezzel. Na nézzük. Ami biztos, hogy nem is mozgunk vele, viszont ennek is fel kéne vennie most egyet, ott is fel kéne venni, csak mit merjek eldobni? Az a baj, hogy már csak kettő tokenünk van, és az időnk három forduló összesen, és vége. Ha ők nem jutnak le ez alatt az idő alatt, tehát most a legrövidebb utat kéne valahogy, nyilván ő visszafele fog tudni jönni. Idáig. Egy, kettő, három, négy, ezre még ráérünk majd szerintem. Jó. Hogy is van? Meg ezt a kettőt kell. Ja nem, ha idáig tud jönni, akkor csak ezt kell. Ez egész rövid egyébként, igen, ez viszonylag rövid. Velük viszont mindenképpen így kellene jönni, hogy ott ne álljunk meg. Akkor egy, két váltó, ó, meg ott is van egy. Utána már egészen, akkor két váltó, ugye? Mert egy, velem három váltó, az baj. Hát vagy pedig egy, meg még egy váltó. Vagy itt az is kérdés, hogy akkor ez mennyi lesz. Ez egy, kettő. Hát ha meg kell állni, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy. Vagy egy, kettő, három, négy,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ez hosszabb, viszont nem biztos, hogy meg kell állni itt. Max akkor nem kell megállni, ha át tudjuk vinni úgy a vonatokat, hogy ezzel. És akkor át tudunk rajta menni. Az lenne talán a legrövidebb egyébként. Hát akár hogy is veszem, ez ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tehát ez is hosszú. Na várjunk. Az a baj, hogy kell hozzá, egy szignál mindenképpen kell. Muszáj szignált rakni. Mert, tehát ki kell jönnie. Szembe nem mehet. Kell egy szignál. Csak onnan tudunk kijönni. Onnan kijövünk. Az a baj, hogy akkor még egy szignál kéne, hogyha ide, ha csak azt nem használjuk. Viszont kettővel tudnánk. Ja, de az vagy fel kell venni most. Muszáj vagyunk felvenni. Akkor nem tudunk megint mozgatni. Ez a legnagyobb baj. Hogy nem tudunk mozgatni. Két kártya kell arra, hogy egyáltalán... Hogy egyáltalán... Felvegyük. És szerintem az egyiket mindenképpen mozgatni kéne. Őt lehet nyugodtan mozgatni. Mert 1, 2, 3, 4... Na várjatok, ott lesz majd kettő. De egy mozgatás kell, csak akkor... Akkor nyilván egyel... Ezt a váltót kéne kitalálni, hogy merre menjünk vele. Nürnbergen keresztül, vagy inkább Nürnberg mellett jöjjünk el itt Frankfurt, Frankfurt, Luxemburg. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Tíz. Akkor menjünk Nürnbergen keresztül most, az elsővel legalábbis, tehát akkor legyen egy ilyen, és ha kell, használjuk majd azt. A másiknak még úgyis be kell érnie. Aztán, aki kettő van, és egyébként még itt más nem kell, mert míg ide leér, az még sokára lesz. Akkor egyet eldobunk, hogy vegye fel. Viszont el kell dobnom még egyet, hogy ő is vegye fel. Hát én akkor ezt mindenképpen kijátszom, hogy menjen, induljon el. Már attól félek, hogyha véletlenül megint menni kell vele, akkor inkább tartsuk meg, és akkor meglátjuk majd, hogy tartsuk meg, tartsuk meg. Jó. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Hát két mozgatás lesz, de így legalább most a következő fordulóba elég sok mindent lehet majd vele kezdeni. Hát vele sajnos nem, viszont mit húzunk? Le kell rakni egyet, és a feketék mennek. Még az nem biztos, hogy baj. A lerakással van a baj, mivel a szürkét rakunk le, az biztos. Most szürkét rakunk le, mert már nem kell nekünk semmi. Szürkével nem lesz olyan nagy baj. Hármas? Ja, lehet, hogy visszaszívom. Akkor ide jön. De most nem kell mozogni, azért jó. Jó, opa. Akkor a feketékkel mozgunk, akkor először mozogjunk ott vele, akinél ott az áru. 3, 1, 2, nem jó, ott nincs, várjunk csak. Ezt mindenképpen használjuk. 3, tehát ebben a fordulóban úgy lehet átmenni, mint hogyha mindenütt zöld lenne. Most, tehát ebben az egész fordulóban. Gyorsan ellenőrzöm a szabályt azért, hogy biztos legyek. Igen, bármikor, és akkor ebben az egész fordulóban át lehet rajtuk menni. Hát itt egyedül ezzel lesz baj, nyilván. De mondjuk, hogy úgy csak bemegy.
Tehát olyat nem lehet csinálni, hogyha mondjuk többet dobunk, akkor miközben átmegyünk, feltöltjük, mert ahhoz el kell dobni mindenképpen, de így legalább nem bukunk. Tehát ez most nagyon fontos, hogy ezt az egyet meg tudjuk lépni. És mondjuk azon gondolkodom, hogy három, hát hogy újra kellene dobni. Hogyha újra dobnánk, akkor lehet, hogy öttel tovább tudnánk jönni. Na mindegy, legyen három, dobjunk a másiknak. Igazából vele tök mindegy, mert mit dobunk, mert vele úgyis csak bejövünk. És akkor ennyi volt a fekete. És akkor most jövünk mi ténylegesen. Most ebben a fordulóban ugye ez át tud jönni. És lehet, hogy csak igen, most van a baj, hogy nincs hozzá, nem tudjuk elindítani, hogy menjen. Mindenesetre ő neki lesz szabadút, akkor egyébként erre kell küldenünk mindenképpen. És akkor ezt mindenképpen át kell. Hát egyébként ezeket a zöld szignálokat akkor be lehet rakni. Most már ez se kell. Tehát akkor most már nyugodtan a másiknak, hogy be tudjon jönni. Meg hát egy váltót, ezt mindenképpen át kéne váltani. Ugye? Igen, akkor az egy váltó volt. Egyébként azt is át kéne. Akkor ennek a legrövidebb, na vajon most az is jó kérdés, hogy várjunk csak, ez itt volt. Innen vettük el, mert lehet, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ez rövidebb, csak sokkal, hát még nem olyan sokkal bonyolultabb az, mert ez már megvan, oda kell egy zöld, akkor várjunk csak. Annyit csináljunk már, annyi, hogy nyilván, ha ide fog jönni, honnan tudunk még elcsenni egyet. Az már nem sok helyről. Az kéne, hogy... Csak hogy akkor igazából ezt nem elvesszük, hanem azt átrakjuk. Mert ő most akkor át tud menni. Ha most egyébként mindenképpen meg kell küldenünk, hogy átmenjen. Viszont... az a baj, hogy... Ja, de egyébként hülyeséget csinálok, mert majdnem tök mindegy, mert... Ja, nem, mert ezt nem akartam mozgatni. Aha. Igen. Vagy hát majdnem mindegy lett volna, ha akár azt oda rakjuk. Na, várjatok. Ez mindenképpen rövidebb. Majd oda kell egy szignál, igen. Viszont ezt mindenképpen el kell dobni, hogy ezt ő felvegye, mert ha véletlenül mozogni kell, neki muszáj menni. Ezt a szignált majd elintézzük, ez megvan. Hát ez a két váltó. Ő nem tud olyan sokat menni, egy, kettő, ott majd bukik. Akkor ezt a váltót mindenképpen átrakom. És most mindenképpen mozgatni. Őt mozgatni kell, mert most jelenleg él az, hogy át tud menni rajta. Sajnos ez csak most. Úgyhogy vele megyünk. Akkor van gond, hogyha 1, 2, 3, 4, 5. Ha 5-öt megy, akkor bukunk. Ha 5-öt megy, akkor bukunk. 2. Na, most kivételesen örülünk, hogy keveset ment. Jó, hát ennyi volt. És most ezeket ugye újra kell keverni. Hát azt nézem, hogy remélem nem néztünk be túl sok mindent, mert itt ebben a fordulóban itt nem vagyok benne biztos, hogy a zöld, de hogy volt, mint volt, de bízunk benne. És az áruk megvannak, tehát fel vannak töltve, maradjunk ennyiben, már csak valahogy be kéne vinni őket. Kérdés, hogy képesek azok a, hát ugye az a fekete, ez még le fog tudni érni. A másik fekete, aki még el se indult, azt nagyon-nagyon meg kell ám tolni, hogy beérjen.
Hát meg nyilván ugye az a barna, az is, mondjuk egy kicsit előnyel indul, mert hogy nincs olyan messze. De hát igen. Na meglátjuk, meglátjuk. Ezek a szürkék, ugye azok nagyon az elején egy kicsit kényelmetlenek voltak. Hát reméljük, hogy most már nagyon nem fognak minket megszivatni. Akkor ide még kapunk ugye egyet, még egyet, négy, öt. Ó, ott vannak a mozgatások, nagyon jó. Viszont húznunk kell egy ilyet, és ez az utolsó előtti. Le kell raknunk egyet, és két szint mozgatni kell. Két szint mozgatni kell. Hát akkor megint szürkét rakunk le, mert az a legbiztonságosabb, amire a legkevesebbet tudom bukni. Vagy ha véletlenül berakunk oda, mindegy, szürke, az biztos, hogy szürke. Nézzük, hogy hova. Várjunk csak, de egyébként azt most meg tudnánk nézni, lehet, hogy ezeket érdemes lenne letakargatni. Ugye ide jött egy hármas, oda már nem lehet. Ugye volt egy hatosunk, oda se jöhet már. 12-esre sem, a 7-esre sem, a 4-esre sem, 2-es, 8-as, 9-es. Hát igen, ez a baj. Ez a baj, hogy ott is csak kettőt, itt is kettőt, ott meg egyet. Akkor szürke lesz. Igazából ez bizony szürke. Nem is kérdés mostantól kezdve. És nyilván reménykedünk, hogy nem a 11-est fogjuk kihúzni. Valamilyen szerencsénk van. A 11-est húzzuk. Nagyon jó. Oké. Kérdés, hogy leszünk olyan szerencsések, hogy egyes dobunk-e? Minden esetre biztos, hogy nem a szürkével fogunk mozogni, hanem akkor először mozgunk a barnával. Mert ugye a feketét ott akadályozza, meg akkor ővele is el kéne kezdeni menni. Na nézzük, akkor menjünk először vele. A négy az tökéletesen jó lenne nekünk. Három is. Egy, kettő, három. Menjünk vele. Egy, kettő. Ú, neki is jó lett volna a három. Négy. Na az jó. Egy, kettő. Oké, ez bejön, visszajön a depóba. Akkor most jöhet a fekete. Kezdjük vele. Tiszta az út, lehet menni. Ja, mondom fekete. Kettő? Hát az semmi. Az semmi. Azon gondolok, hogy neki jó lett volna a kettő, de vele többet kellene mennünk. Egy, kettő, három, négy, öt. Majdnem be tudnánk érni vele. Majdnem be tudnánk érni vele. Használjuk fel ezt a újradobást. Nem, megelégszünk most. Egy, kettő. És akkor menjünk vele. Tök mindegy, mert emberbe úgyis meg kell állnia. Három. Egy, kettő, három. Tökéletes. És akkor nincs több fekete. Oké. Akkor ez letudva. Na, hát igazából azt illeti, most már csak annyit kell csinálni, hogy zöld utat kell neki is biztosítani. Így. Neki megvan. Meg akkor, hát ugye vele most már erre indultunk el. Lehet, hogy arra kellett volna, hogy ahogy beszéltük. Jaj, 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 hogy mindig a baj. Mindig a baj. Igen, meg akkor ez jó. Viszont akkor az megint nem jó. Akkor ezt is át kell. És igazából mindenképpen, tehát most mozgatni kell, tehát mi mozgatjuk, ha kell, rugdossuk ezeket, hogy beérjenek. Akkor nézzük ezt a feketét. Három, egy, kettő, három, négy, öt, ez most egy, kettő, három, ez már egyebe megy. Akkor lesz egy, kettő, három mozgatás. 1, 2, 3, 4. Mozgassuk még meg ezt. 1, 2, 3, 4, 5. Igen, mozgassuk még meg azt. 4, az jó. 1, 2, 3, 4. És ennyi.
És az az igazság, hogy négy mozgatásunk van összesen, hogyha ezt a kettőt is felhasználjuk. Szóval tök mindegy, hogy most húzok, mert ezeket már nem fogom tudni használni. Egy, kettő, három. Ja, pillanat, bocsánat, 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 ne csináljunk hülyeséget. Ezt a zöld kártyát, ha már ez erre jön, azért rakjuk át neki. Nehogy itt megszivassuk magunkat. Jó. És igazából tök mindegy, hogy mit húzunk. 2, 3, 4, 5, mert ez a játékos már nem fog sorra kerülni. Hanem elhúzzuk ezt. A szürke és a fekete mozog. Ez nekünk jó egyébként. Hát annyit csinálok, hogy felhasználjuk ezt, hogy a szürkékkel nem mozogjunk. És akkor a feketékkel viszont igen. Kezdjük akkor vele, ő beér. Igen. Jó. Akkor most jön ő. Négy. Egy, kettő, három, négy. Nagyon jó. Szuper. Akkor igazából már csak egy barna hiányzik, akkor ezt megcsináltuk. Egyébként elfogyott, ha ezt most nem tudjuk befejezni, ha ez a barna nem ér le, akkor itt baj lesz. Na nézzük, hát nyilván egyébként zöld az út, szóval már csak mozgatni kell. Most az a kérdés, hogy dobunk-e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-et kell dobnunk, tehát legalább 3-szor kéne 3-ast dobnunk. Na nézzük, és ezen múlik minden. Oké. Okay. 1, 2, 3. Következő. Jó. 1, 2, 3. Egyébként meg lesz, mert ha más nem, eldobunk két kártyát. Eldobunk két kártyát, hogy dobjunk még egyet, tehát megoldjuk. Sőt, egyet újra is tudunk dobni. Kettő. Nem, újra dobjuk. Ezt újra dobjuk. Az a baj, hogy ezen van egyes is, lehet el kellett volna fogadni. Hát, hogy megyünk egyet. Nem. Ezt újra dobjuk. Három. Egy, kettő, három. Jó. Na, és ezzel hát sikeresen teljesítettük. Fú. Hát nem volt egyszerű, és remélem nem néztem be túl sok mindent, elnézést érte, elnézést a kis csalásért, de láttátok egyébként, ha nem csaltunk volna az elején, még akkor annyira, ugye épp, hogy elkezdtük a játékot, benne voltunk a drukba, muszáj volt ennyit megengedni, de hát látjátok, hogy így is éppen ki lett centízve, tehát pár kockadobáson múlt, igazából, hogyha most még nem tettük, ugye egyébként tök minden, hogyha egyet dobtunk volna, akkor majd nem tudom, egyébként ezzel mentünk volna most még egyet, mert akkor még egyébként még ugye két kártya eldobásával tudtunk volna egyet menni, de hát ez nagyon-nagyon ki van centízve, szóval még így is. Hát most képzeljétek el, hogyha random húzzuk ezeket, mert hogy random jönnek le ezek a vonatok, már olyan értelemben random, hogy amikor kettőt kell lehelyezni, konkrétan megtörténhet, hogy ugyanoda dobjuk, ami meg egyébként azt jelenti, hogy veszítünk ilyen tokent. Szóval nem véletlenül nem akartam még több kockát dobni. Egyébként így egész jó. Így egész jó, mert most így rájöttem, hogy le lehet fedni ezeket a kis helyeket, és akkor jobban lehet tudni, hogy hova fognak jönni a vonatok. És egyébként ez segít megítélni azt, hogy milyen vonatot érdemes lerakni, bár egyébként most nyilván a szürkét raktuk le, de nem véletlen, láttátok azért a szürke, nem éppen a leghasznosabb vonat. Ha éppen a játék elején úgy jön, egyébként, hogy mondjuk ide jön egy szürke, vagy akárhova, akkor jó, mert akkor be tudjuk küldeni az egyikre, szép lassan, hát tényleg nagyon lassan le fog csorogni. De most azt hiszem valahova ide jött az egyik nekünk, tehát nem tudtunk vele mit csinálni, ha jól emlékszem. Ha jól emlékszem. Na, minden esetre akkor ez lett volna a Switch and Signal. Hát remélem tetszett nektek, akkor majd a átbeszélő videóban találkozunk.